A magyarországi Kosztolányi Dezső céltársulás cserediák program keretében Torontálvásárhelyre a Mósapjádi általános iskolába látogattak el néhány napra a pécsi református általános iskola tanulói. A pécsi gyerekek május 9-én az esti órákban érkeztek meg Torontálvásárhelyre. A pécsi gyerekeket Torontálvásárhelyi társaiknál helyezték el. A párnapos cserediák program megvalósulását a pécsi Kosztolányi Dezső céltársulás tette lehetővé. Először járunk, igen, a pécsi református kollégium diákjaival együtt. Először vagyunk ebben a faluban, és nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon szerencsés ez, hogy diákokkal együtt lakhatnak, élhetnek, tehát a délelőttjeiket, délutánjaikat, és hogy náluk is pihenhetnek esténként. Többek között közös tanítási órán voltak jelen, meglátogatták a helyi református templomot, múzeumot, Pancsevót. A programon szerepelt a Szolnoki farm, a Szűcs farm látogatása, majd kocsikáztatás is. Nem maradt el az esti tánc és a tábortűz sem. Vegyes a program, és nagyon változatos. Van olyan, ami helyi program, van, amikor elutazunk, van, amikor farmot látogatunk majd, és van, amikor kirándulunk, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nagyon szép programot állítottak nekünk össze. Hát mi városi gyerekek vagyunk, és úgy látom, hogy a diákok nagyon jól érzik magukat ebben a falusi környezetben, és hát jól esik látni, hogy ebben a faluban, mennyien beszélnek magyarul, hogy megértjük egymást. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés a két ország részéről, hogy jöhetünk ide mi is, azért, hogy újat, mást lássunk, hogy lássuk azt, hogy hogyan élnek a határon túli, egyébként pedig magyar anyanyelvű családok. És szerintem hasznos a nyelvtanulás számára, vagy szempontjából ezeknek a diákoknak is az, hogy mi velünk tudnak beszélgetni. Én szerintem érdekes megtapasztalni azt, hogy a határon túl is szinte, mintha hazajönnének a gyerekek. És gondolom, hogy lesz folytatása is ennek a kapcsolatnak. Mi nagyon szeretnénk, igen, mert jól érezzük magunkat, reméljük, hogy a vajdasági gyerekek is jól érzik magukat Magyarországon, szívesen látjuk őket, és mi is szívesen jövünk ide. A Torontálvásárhelyi iskola részéről Balogi András iskolaigazgató örömmel fogadta a kezdeményezést és vállalta a gyermekek fogadását. A program koordinálását az iskola részéről a tanárok vállalták magukra. Mi készítettünk programot, nem csak az iskolai klasszikus programot, hanem az keretében, vagyis az mellett készítettünk délutáni és estéli programot is minden napra. Tehát 9-től 13-ig vannak itten a pécsi diákok és tanárok, tehát mi minden napra programot készítettünk, hogy egy kicsit vegyes legyen. Tehát készítettünk olyan programot, hogy hát Debiacsa értékeinek megtekintése, mint például templomok, vagy a helytörténeti múzeum megtekintése. Ez mellett ilyen gazdaságok megtekintése, nagy gazdaságok megtekintése, például akik foglalkoznak földműveléssel, vagy tehéntenyésztéssel, mert ez a pécsi diákoknak, ez érdekes. Ők ilyet nem látnak ottan. Kirándulást is szerveztünk, valamint el fogunk utazni Pancsovára. Pancsován ott körülnézzük a várost, beszélünk Pancsováról nevezetességéről, valamint megtekintünk egy mozifilmet is. Hát ez egy történelmi magyar mozifilm, az Álomhava
ezt a mozifilmet fogjuk megtekinteni, tehát a tananyag keretében. A gyermekek, ők már, ahogy említettem, voltak Pécs városában, és ők már el voltak szállásolva ezeknél a gyermekeknél. Na mostan ők ezeket a gyermekeket visszavárták. Tehát azok a gyermekek, akik visszajöttek, már ott laknak, ahol a torontálvásárhelyi helyi gyermekek laktak. Tehát ők már ismerik is egymást. Természetesen jöttek új diákok is Pécsről, akik szintén előttek szállásolva. Na, ők most ismerkednek, de bízom benne, hogy számukra is örömteli és élvezetes ez az ismerkedés. Mik a tervek a Kosztolányi Céltársulás keretében? Még lesznek utazások, programok? Igen, a Kosztolányi Dezső Céltársulás keretében nagyon sok program van. És volt ezelőtt is, amivel már részese is voltunk. Most például lesz egy templomi orgonakoncert június 2-án pénteken 18 órai kezdettel, tehát ezt is a Kosztolányi Céltársulás szervezésébe lesz megtartva, úgyhogy a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának kamarazenekara jön el, háromtagú kamarazenekar, úgyhogy nagyon élvezetes koncert lesz eminens előadókkal a református templomban. Tehát ez lesz az elkövetkező programja a Kosztolányi Dezső Céltársulásnak. Voltak múlt programok is, tehát ilyen kiránduló jellegű, amikor csak elmentünk a gyerekekkel, tanulókkal, és körülnéztük Pécs városát, környékét, élményfürdőket Szigetváron, és körbe a Pécs körüli. Tehát mindenféle programokat szervez a Kosztolányi Dezső Céltársulás, amiben mi is kivesszük. Tehát felajánlják is. A pécsi csapat szombaton a délelőtti órákban utazott haza a jövő évi ismételt találkozás reményében.